A bajai csapat egy több hetes felkészülést követően jó formában utazott el Győrbe. Hammer Erik 7 tanítványát nevezte az országos bajnokságra, akik közül többen is éremesélyesnek számítottak. Perger Ivett be is váltotta az előzetes reményeket, és végül az 57 kg-os súlycsoport harmadik helyén zárt. Szerintem nekem viszonylag jól sikerült, bár az utóbbi versenyen az országos bajnokság előtt a judó nem ment úgy, ahogy szerettem volna, úgyhogy kicsit izgultam, de pont emiatt. De szerintem a versenyen jól kijött ez. A másik bajai bronzérmet Béres Vince szállította, de nem a kettő bronz volt a legfényesebb medáliája a mieinknek. Katzenmayer Kira egész nap nagyon magabiztosan versenyzett, és nem talált legyőzőre, magyar bajnoki címet ünnepelhetett. Az első mérkőzését könnyedén hozta, majd alaposan megdolgozott a dobogó tetejéért. A második meccsemen egy olyan lányal mentem, akitől a legutóbb kikaptam, de aztán most sikerült őt is megvernem a leszorítással. A harmadik mérkőzésemen az ellenfelemet 3-szor megintették passzivitásért, és így tudtam nyerni. És a döntőben pedig nagyon kiélezett mérkőzést tudtam megnyerni. Az utolsó fél percben dobtam egy vezerit, és azzal nyertem meg végül a versenyt. Az érmesek mellett 2-5. Helyet szereztek még a bajaiak. Dékány Kata és Andrási Márton maradt le hajszállal a dobogóról. A korosztálynak még egy győri Európa kupa van hátra az egyéni versenyekből, de mostantól a fiatalok már a csapatbajnokságokra is készülnek.